Váratlanul nagy arányú győzelmet aratott tegnap este a Fidesz-KDNP. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg, de a hazafias politika győzött. Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövőnk. Vendégem pedig a stúdióban Holik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is gratulálunk az eredményhez, és természetesen a legfontosabb kérdés, hogy számítottak-e ekkora arányú győzelemre? Én magam nem számítottam, megmondom őszintén, de még mielőtt erről beszélnénk, hadd köszönjem meg innen is mindenkinek, aki bennünket támogatott. Köszönet illeti azokat is, több mint 100 000 voltak, tehát minden választókerületben közel 1000 ember dolgozott a jelöltjeink mellett. Köszönet illeti az ő munkájukat, nélkülük valószínűleg ez a siker, ilyen nagy arányú siker nem történhetett volna meg. És hát köszönjük persze minden magyar embernek, aki elment és fontosnak tartotta a választást, és hát ne felejtsük el, volt egy népszavazás is, itt 3,5 millió ember mondott véleményt, ez egy erős felhatalmazás számunkra, már a következő, majd május elején összeülő parlament számára, hogy a szerint cselekedjen, amit az emberek a népszavazáson kijelölt. Azért az pontosan látszik önön, hogy nagyon elfáradtak a kampány végére, elképesztő munkát végzett politikus és a legutolsó aktivista is egyaránt. Milyen volt belülről végigcsinálni ezt a kampányt, hiszen nagyon sokáig lehetett hallani, hogy zárul az olló, hogy nő az ellenzék esélye, nagyon hangos volt a közösségi médiában az ellenzéknek is a hangja, mégis föl kellett venni a kesztyűt, nem lehetett hátradőlni, meg is lett az eredménye, de kőkemény munka árán. Igen, és ehhez még tegyük azt is hozzá, hogy ugye abból a szempontból is egy atipikus választási kampányon vagyunk túl, hogy a választás közepén robbant ránk a sajnálatos háború a szomszédban, ami teljesen átírta a választási kampányt, hiszen egyértelművé vált, amint kitört a háború, hogy a háborúról fog szólni a kampány. Az lesz a kérdés, hogy ki hogyan viszonyul hozzá. Én azt gondolom, hogy a mi álláspontunk ebben egyértelmű volt, és úgy látszik, a magyar emberek is békepártiak, és úgy gondolták, hogy csak akkor lehet Magyarországon béke, hogyha bennünket tisztelnek meg a bizalmukkal. Tehát kérdésére visszatérve, valóban nem volt egy könnyű kampány, de hát országért dolgozni, aki az országért dolgozik, az soha nem fáradhat el. Azért az is pontosan látszik, hogy ugye nagyobbat nyertek, mint 2018-ban, és ezért ez a negyedik kétharmad még nagyobb felelősséget ad, hiszen bejutott a Mi Hazánk mozgalom, és akit már azonnal nem is megvádoltak, de azt sugalmazták sok helyről, hogy majd a kormányt fogja támogatni. Toroszkai László és a Mi Hazánk mozgalom elnöke jön majd, kíváncsi vagyok, hogy ő mit mond erre a felvetésre, de azt pontosan lehet látni, hogy hatalmas a felelősség is belföldön is, elmondani az embereknek, hogy nem akarnak ezzel visszajönni, mert nem ez a szándék, külföldön pedig pláne meg kell mutatni, hogy mi a helyzet, mert hogy ott is nagyon sok kritikus hang van. Hát erre hogyan készül? Hát a kétharmaddal kapcsolatos méltatlan vádakat már megszokhattuk. Ugye nem először kaptunk kétharmados felhatalmazást, tehát nem először fogjuk megtapasztalni, milyen az, amikor nyugatról a kétharmados felhatalmazás miatt majd megtámadnak bennünket. Nem ez lesz az elkövetkezendő időszak legnehezebb
dolga, amivel meg kell küzdenünk. Azért mégiscsak az a helyzet, hogy győztünk, kell venni egy nagy levegőt, tehát a háború a szomszédban nem állt le. Gyülekeznek a viharfelhők az európai gazdaság egén, ugye a háború rendkívül erősen érinti az európai gazdaságot, Németországban rég nem látott infláció van, tehát lesz tennivaló bőven. Igen, Orbán Viktor is mondta, hogy amikor iratkozott a Hír TV-nek a választási beszéd után, elmondta, hogy most még nyilván ez ünneplés, de másnap már a munka, délben kormányülés. Tehát azt pontosan lehet látni, hogy elképesztő nagy feladat előtt áll a kormány, pontosan az ön által is említett gazdasági problémák miatt. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az Unió, a világgazdaság is nagyon nehéz helyzetben van. A kínai koronavírus lezárás, illetve ez a shanghai lezárás is megakaszthatja az amúgy is döcögő világgazdaságot. Tehát nagyon sok olyan probléma, illetve ismeretlen tényező van, amire nem lehet előre felkészülni. Ezt hogyan próbálják orvosolni? Hát egy dologban bízhatunk, saját magunkban, mert magyarok bebizonyítottuk az elmúlt 12 évben, hogy a nehéz helyzet ellenére is képes vagyunk közelebb jutni a céljainkhoz, közelebb tudunk jutni ahhoz, hogy egy erősebb, jövőképpen rendelkező országot tudjunk építeni, ahol minden embernek van biztonsága és van jövője, tud mire építeni. Tehát nehéz időszakon vagyunk most is túl, tulajdonképpen az elmúlt 12 évben. Vagy benne volt, is vannak most egy nehéz időszakban, mondjuk gazdasági szempontból. És nem is volt az elmúlt 12 évben tulajdonképpen talán egy sem, amit boldog békeidőnek, vagy boldog békeévnek nevezhettünk volna. Az első 4 évet elvitte a csőd közeli helyzetnek a konszolidálása, utána jött a migrációs válság, amint annak vége. Vörösi szap, Dunai árvíz, Covid járvány. Az a helyzet, hogy kijutott a jóból, és ennek ellenére nagyon nagy eredményeket tudtunk elérni, és egy ilyen felhatalmazás egy szempontból ilyen nehéz helyzetben nagyon hasznos tud lenni, azért, mert egy ilyen kiszámíthatatlan, nehéz gazdasági környezetben a politikai stabilitás és a gyors reagálási képesség mind a kettővel rendelkezik a kormány, az aranyatér. És ezért minden reményünk megvan arra, hogy a nehéz helyzetből is többet tudjunk kihozni, sokat tudjunk kihozni, és akár még az előnyünkre is váljék ez az egész. Az új összetételű parlament is érdekes vitákat hozhat, bekerült a Mi Hazánk mozgalom, mint elhangzott korábban. Ott érdekes lesz megfigyelni Torockai Lászlót Jakab Péterrel, ugye ők azért Jobbikban nem kedvelték egymást, illetve hogy hogyan osztja föl magát az ellenzék, hiszen ott is elindult az egymásra mutogatás, a bűnbakkeresés. Milyen parlamenti munkára számít ezzel az összetételű ellenzékkel? Hát én nem a parlamenti munkát, nem abból a szemszögből nézem, hogy milyen csatákat kell majd vívnunk az ellenzékre, azt eddig is megvívtuk, valószínűleg ezután is meg fogjuk vívni. Én inkább azt nézem, hogy hogyan tudunk az országgyűlésben majd segíteni a kormánynak abban a munkában, amit most el kell végezni ebben a nehéz gazdasági környezetben. Azért kérdezem, mert tehát látszik, hogy az ellenzék nem gratuláltak, nem magukban keresték a hibát, a vidéki szavazókat minősítgették, azt mondták, hogy de azért Budapest megmaradt nekik, annak ellenére, hogy országosan a Fidesz tarolt, tehát úgy tűnik, hogy nem az a beismerés jött el, hogy valamit elrontottunk, és valamit a kormány jobban csinált, hanem inkább az, hogy ki mit rontott el, de mi nem hibáztunk ebben. Akkor a parlamenti munkában sem lesz könnyű az együttműködés, vagy mondjuk bármiféle konszolidáció. Mi, ahogy az elmúlt 12 évben is, hogyha Magyarország érdekéről van szó, akkor mi nyitottak vagyunk az együttműködésre. Ez az együttműködés eddig nem ment a parlamentben, ez tény. Van egy sejtésem, hogy ezután se fog menni. Aulik István, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.